Nyugi, nyugi, cuszu, nyugi, meglátjuk, meglátjuk. Lehet, hogy az Nekem mindegy, mert én félek, hogy megyek el. Lehet, hogy Azmon karaktert kreál, de még nincs 5 óra. Majd 5 órakor meglátjuk, hogy milyen karaktert tudott kreálni, és nem dobta ki a játék, na? Igen, 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 lehet, hogy ki fogja dobni magától a játék. Ez fog történni. Ki megvette már a beszélapát? Szépen Gajdi a szabót! Persze, én itt lehekkelem a Q-time-ot. Lehet, hogy múlt héten azzal szoktuk be, hogy nem indítottuk újra időben, most meg azzal szoktam be, hogy később indítom, pedig az lenne logikus. Múlt héten amúgy azért jól, aki később indította, mert ugye az be tudott menni akkor, amikor mindenkit kibaszott. Három úrindítás után 117 perc, 45. Nagyon óvatosan, óvatosan, mert ezt a tiltott technikát még ez a végén még valamit csinálnak el. Négy úrindítás után 150 perc, 50. Nice. Elvileg Ferinc a hivatalos izébe az volt, hogy amikor indul a beta, újra kell indítani a Battle.net klienst. De hát, én ezt a hivatalos információt tudom. És mit mondják, basz meg? Sok mindent mondtak már, és nem úgy volt, szállt. Hát ezt majd 5 után meglátjuk. De jó. Ötkor meg elindul, azt mindenkinek rezetelve lesz a karja, amit csinált. Hát én azt is értem, hogy megy, de amúgy... Miért megy akkor? Mármint... Mert aktuálisan volt agyuk, azért. De nem, hát 5-től indul. Azt értem, hogy van Q. Nem, megnyitják a szervereket előtte, és nem szólnak róla, hogy ne legyen akkora terhelés. Ezt mondtam Close Beta-nál is, hogy ezt kellett volna csinálni. Na de hát akkor meg összeomlik, miután izé van. Miután? Hát miután mindenki rájön, hogy már megy a játék, és 5-től meg izé mindenki ott fogja verni a izét. Nem, mert akkor nem kap akkora loadot a szerver, pont az a lényege. Ja, ki előre rendelt? Ja, hát akkor már játszottam volna én is. Na látod? De én izé vagyok, én etikus vagyok, én csak akkor indítom el, amikor mindenki más tudná indítani. Nullak a faszát, te is Q-ba is ugyanúgy. Nem ülök Q-ba, én nem indítottam el. Én etikusan nyomom. Etikus majd 5-kor indítom el. Tényleg nem vagyok Q-ba. Van már, gyere rollozni inkább addig. Tényleg nem vagyok Q-ba, basszák. Én nem néz, én nem trükközök itt. Én akkor indítom, amikor mindenki más el tudja indítani. Baszom. Nem trükközöm. Bazzeg, majd megkerüljük a sort, mi? Baszom. Az átlagember nem tudja megkerülni a sort. Akkor én miért kerülném meg a sort? Mondta Konti, aki 30-szor lerogott, hogy 2 percen előttem legyen. Az etikus. Az etikus, apád faszom. Az etikus, ezt bárki tudja csinálni. Amúgy, amit Enkon ír, az legit. Ha miért nem ezt tudsz berolozni, mi? Most indítom el.
Basszus konti, 84 perces kiugró. Na most meglátjuk, majd azt meglátjuk. Na majd azt meglátjuk. Majd azt meglátjuk. Etikaink. Gyere, Etika, indítsd újra egy párszor még. Nem elég. Not good enough, not good enough, not good enough. Nem, nem. Lehet még 184 is. Mi hát újra indítani? Bárki újra tudja indítani. Nem tudom elképzelni ezt a Conti-féle etikát, hogy beállsz egy sorba, egy bevásárlóközpontba. Várjál, beállsz egy sorba, egy bevásárlóközpontba. Előttem mondjuk van, én beálltam a sorba, és messze vagyok. Már nyertünk 4 percet, de ez még mindig nem a legjobb. Előttem van egy néni sorba. Conti oda megy hozzá, oda szól neki, hogy hátul leárazás van a izébe. A nem, én nem szólok oda senkinek. Nem. Kis közértbe, és beáll a helyére. Nem. Ez Conti, nem. Etika. Miért szóltam, itt szólok bárkinek? A rendszer a szar, nem én. Igen. A néni is ezt mondta. Ez nagyon rossz hasonlat. Nagyon rossz hasonlat. Szegény néni. Lehet csak 100 másodperc volt. Nem. Én csináltam már ilyet. Csináltam már ilyet. Igen. De senki nem emlékszik rá. Szia, jó. Ennél nézik most úgy. A gyerekek, ez nem megy lejjebb, az a baj, 3 óra indításban nem ment lejjebb. 290 ezer. Azt a kurva. Igen, tisztelhetetlen, és visszakapjuk az eredeti 82 percet. Nyugi. Nem, csináltam melyet, csináltam. Ajaj. Hogy vagy vele, Conti, de az felfelé megy az a szám. Észre lefüleltek a bizárdnál. Én azt a pillanatot várom, amikor Pierce kibassza és kap egy 3 órát. 3 percet nyertünk vissza, most megy lefele, most eddig fölfele ment. Most fölfele ment. Most lefele megy. Lesz 15 lesz. Login! Dock login! Ez mondjuk 52 perc. Csak lehetne ezen még nyerni egy kicsit, nem? Ne szomorítsuk el kontra a 14 percünkkel. Az szerintem amúgy újra kell indítani, Conti. 52 perc nagyon sok. Mit szólsz hozzá? Elküldjünk egy nénit? Gyorsan bevásárolni? 105 voltunk, gyerekek, megfeleztük, azért 52. Nem szabad itt már, nem? Hát, nagyon gyenge vagy, Conti. Te is tudod, hogy meg kell próbálni. Oh,
kicsit nyugodjunk meg egy kicsit itt a sorban. 30-30 körül a jó. Száz fölé fog menni! Jobb vagyok, én jobb vagyok náluk. Ez mi? Köszi Engine, kösz Chiro. Jó, csak 59. Jó, nyugi. Még egyszer. Nem ment fel olyan nagyon sokat. Sokat nem bukhatunk mostan sokat, nem? Konti, amúgy akkor értem be a Q-ba, mint te. Nekem 38. Getán, kiszök. Mentsek előtte? Mindenki előbb ér be! Jakoba? Ez most ingyenesen jó. Mindenki 30 percnél van. Jó, 50 körül vagyunk, most már bármennyit próbálkoztatok, nem megy 50 fölé, vagy nem megy 60 fölé szerintem. Big yikes. Hát azért csinálom egy ropikkal, direkt, én nem léptem be, mint ezek a többi streamer értel, akik előre belogoltak. Én direkt így csinálom, hát. Jó, 55. Mondjuk lehet, hogy már vártunk volna 52-ről, már lement volna 30-ra nekünk is. Na jó, még egyet, egy utolsót. Igazából ezt a nézők miatt csinálom. Játékfüggőség. Nem, nézők miatt csinálom. Ahányszor kilépek, mindenki előrébb kerül állítólag. A délután, péntek délután órákban csípték nyakon ezt a Diablo 4 sor sajtoló streamert. Jó, most már az is van, hogyha csak visszamenne 52-ig, nem? Igazi gambler a Conti, basszeg! Jó, most már csak az is van, hogyha visszanyernék azt a pénzt, amivel elindultam. Basszus, lúz, mi? Hát a ház nyert. Jó, nyugi. Előbb is lejjebb ment. De amikor 100, amikor 110-ről lementünk 52-ről, senki nem hitt nekem. Senki nem hitt nekem, bezzeg. Akkor senki. Ma meglátjuk. Valószínűleg át kell állítani a Diablo 4 bétára a kliensben a játékot. Vagy hogyha átváltva, akkor próbálnak újra indítani a klienst. Most ez jó lesz. 3 perc! 3 percet nyertünk. Mondjuk annyi idő eltelt, azon már többet nyertünk volna. Nem, előbb is az volt, emlékeztek? Előbb is az volt, lejjebb ment egy kicsit.
Sikerenek most indította 50 perc. Az előbb is az volt, hogy 110-nél lejjebb ment kicsit, és utána big drop volt, big drop, most lesz. Megcsillatta a szemekontinak. Big drop. Sikerül, most 50 perc, ott akkor meg kell próbálni még egyszer. Most előbb is big drop volt, kicsit lejjebb ment, és utána big drop. Figyeld, figyeld. Jó. Most. Ez most, hát ez most nem volt olyan big drop, de a kövini. Ha benn vagyok, olyan kibasz a játék, akkor mi adom? Van arra esély? Souls bétában valaki próbálta? Cianero. Most indítom a játékot, senki nem maradt le semmiről. Úgy látszik, hogy be van, tehát az a lényeg, hogy úgy látszik, hogy szépen újra lehet indítani, mert a helyem az rezerve van a helyem, a 60 perc körül. Érdekes, az 52 perces konti nem ezt mondta. De most droppolt egyet. Ez azt jelenti, hogy újra kell gyorsan, és utána még nagyobbat fog. És az ott eltett 10 perc. De Károly lelémította magam. Valaki telefonáljon már be a múltba gyorsan. 52 perces kontit hívjátok fel. Ne próbálkozzon többet. Nyerjük vissza az 50 valány percet, én azt mondom. Nem rosszból, Konti, de eddig rajtad kívül mindenki nyert. Az a legjobb addig nyomkod, nem, hogy kitiltanak. De úgy, hogy te megvetted a gémet. Ötvenkilenc. Egy percre 60 alatt. Tudunk enni jobbat, nem? Halló, 52 perces konti, te is ezt mondanád? Breki is 59 percnél van. Na jó, ezért ezt nem, ilyen nincs. Ennél van jobb azért. Fölülök, Breki csak meg tudod előzni, nem? Fölülök. Na. Na, ez az, ez a beszéd Konti. Tedd össze! Ha más nem, később belogolok, de azt mondom, hogy na mi van Breki nekem, mert 25-ös a vizé source, Blizzardon, bazd meg, na? Tedd össze Béla! Össze vagyok szedve! Riskár. Na mi van, Breki? Na mi van? 56-nál vagyok? Két akut alkoholista vitatkozik az éve a parkolóban. Nekem van még. Oké, most megállok egy kicsit. Konti, tudsz ennél jobbat is?
65-59-56 volt? Hát az exponenciálisan. Úgyhogy az mehet is a következő. Várjunk egy kicsit, nézzük meg, hogy milyen gyorsan csökken. Hát elrontottad. Túl sokat vártál. Ennyi, 56 perc az már béke. Ugye? Mondott neki. Na, ott a druida, let's go. Kell egy kis lehűlés, kell egy kis lehűlési fázis. Majd újra próbálkozunk egy kicsit kés. Hú, megcsináljon rá azt a erzát? Videóképes. Megy el cucu elvileg. Vannak érdekes tetoválások minden is. Menjetek csak előre. Én már játszottam a játékkal, menjetek csak előre. És jön az utolsó fázis, az elfogadás. Menjetek előre. Én már játszottam. Én már játszottam. Cucu, milyen volt kb. 2-3 hónapja a HBH-ba, Egerbe a kaja? HBH az kurva jó. Szia Takács. Nagyon szeretem, még csomósat kajálunk ott most is. Nem jött ez, nem sikerült be, nem tudtam kirúgni a nyanyáknak a lábát a sorba. Küszje, kockáztatjuk, hogy Breki megelőz, ne viccelj már. Még Breki is megelőzi. Szóval a legutóbbi playtestben, aki benn volt, nem vágja, hogy kibasz-e AF miatt amúgy? Hát... Csinálnom kell egy makrót. Kérdés. A üzenet? Hopp. Hopp, hopp. Mondd meg Cuszonak, hogy nem basz ki. Tényleg? Úgy, de nagyon jó. De amúgy ne basszál. Fél után sem baszott ki, azt mondja, hogy jé. Jaj, meg Enkon is azt mondja, hogy fél után sem baszta ki. Jó. 3 órát afkoltam múlt héten, mondta Furmint. Épp nagyon szép. A kaja az jó volt, csak a kiszolgálás szar, nem? Pedig én a konyhán próbáltam nevelni ezeket a pincéreket. Ez neked, Metsuzu. Kiszolgálás. Nincsen baj semmi vele. Kurva jó arcok. Ez valami HBH-s insider joke akart lenni. Most vagyok benne. Most vagyok 51 perc. Jó, tetszik ez a hely. Pussolj meg! Jó, amúgy. Ja. Aki múlt héten nem volt benne a bétában, az nem tudja, hogy múlt héten is játszottunk vagy fél órát, azt utána kibaszott mindenkit. Csak mondom. Ugye már Conti kész van egyébként a non-stop cutscene-ekre? Ja, én már speedrunolok. Mit speedrunolsz? A cute, baszd meg, hát bencse vagy. Ja, de nem, ha beérek, akkor beérek, ugye én már játszottam mindent, amit akik nem játszottak, nem. Szóval... Ja, értem. The two time. Hát jó, csak nekem nem kell megnézegetni a beállításokat, nekem nem kell megnézegetni, hogy milyen skillt hova rakjak, nekem nem kell tudni, hogy hova kell menni mikor, mert nagyjából tudom fejből, hogy hova kell menni mikor.
Látszél lesz, ja. Ez a droid amúgy baszon néz ki. Nem értem, hogy mi a különbség a bal és a jobb gyerek. Egyből mehet a pók. Fú, basznek, az, tehát az gyerekek... Pókot azt szeretted, úgy emlékszem. Ú, gyerekek, az, úristen. Szigáj, nem jön föl tégesre, már úgyis nyomja. Én nem tudom. De rosszabb esetben 60 perc lesz. Jó, bevallom őszintén amúgy. Reméltem, hogy nem megy 60 fölé, és örülök, hogy 50 valameddig le tudtunk menni. De nyilván a contentért nézottam újra csak. Throwing for content. Szánalmas. Persze, tudtam volna, már régen indítottam volna előre én is. Etikus sorban állás mi. Nem amúgy, hogyha ezen múlik, jó, hát nem azt mondom, hogy mindenki menjen elém, de én már játszottam, kivárom a sorom. Hányna. Nem kell streamer queue. Most mi van, ez most komolyan mondtam. Majd ha kijön a játék, akkor azért beengedtünk előre. Ne aggódj, nem lesznek annyian. Igen, elvileg el lehetett indítani. Mármint én egyébként el is indítottam, de valószínűleg akkor még nem volt Q. És hát akkor is írt egy perces Q-t írt, elindult. Nem, ez YouTube-ról megy. Elindult, és akkor kidobott engem, hogy hát mit tudom én, hogy nem csinálnak szerverek, vagy nem tudom. Aztán néztünk egy izét, azt ott írták elvileg, hogy hivatalos forrásból, hogy ugye majd öt után újra kell indítani a Battle.net kliens, de akkor csak átbasztak mindenkit. Jó, hát amúgy, hogyha ezen kívül nem lesz probléma, akkor egyébként azt mondom, hogy sikeresebb ez az Open Beta, mint a Closed Beta. Hát ugye ezt majd meglátjuk. Lejárt az idős hiba üzenet, jött Ferinc. User joined your channel. Hello. Hello. Akkor te nem jössz holozni, Konti? Mi mindjárt benn vagyunk. Vagyunk? Ti már benn vagyok? De Szikárió is, meg én is. Ki kérdezte? Azért mondtam, hogy mindjárt benn vagyunk, tehát ő meg én mindjárt benn vagyunk. Én nem értem, amit mondasz. Jogi, viccelek. Neked már valami 30 perc alatt van, nem? 33. 33, az később jött be. Jogi. Jó, Fiki. Játszottam, mert én már játszottam, bőven játszanak azok, akik nem játszottak. Még. Meg akarom próbálni, de
Elveszettem a hitem. Ki kell próbálni Conti szerintem, mert azt mondom neked. Fét lesz. Igen, is van, akiket kidobál hiba üzenettel. Biztos, hogy lesz probléma, mert minél több embernek megy le a queue, annál több ember kerül be, és annál több ember lesz egyszerre a szerveren. Tehát, hogy vagy az van, hogy kidobál egy-két embert, vagy teljesen izékressel. Meg ugye, ahogy elég az idő, hazaérnek az emberek munkából. Egyébként azért kicsit meglepetés, hogy letudtam 100 akárhány perc lement 60 percre vagy 50 percre. Mert valószínűleg jóval többen ki fogják próbálni most a játékot. Lehet, hogy azért kicsit jobban készültek, mint múlt héten. Meg nem tudom, hogy készültek jobban, mint múlt héten, de hogy... Ugye látom ezt, de szerintem lesznek problémák. Én azt tippelem, hogy lesznek problémák. Nem tudom, hogy hol vannak a szerverek. Tehát nyilván több ember fogja most kipróbálni. Valaki csak 6 után ér haza, valaki még később. Ja, az simán lehet, ja. Az is lehetett volna, hogy meg lehetett volna állni korábban, mert lehet, hogy ilyen nagyobb chunkokba engedték be a playereket. Hát lehet, hogy még most is az lesz, hogy hirtelen most le fog ugrani, majd nem tudom, egy 10 percen belül, egy 10 perc múlva. Jó, de lehet, hogy most eltelik, a következő 10 percben eltelik 30, érted? Nem tudjuk. Az idő az telik. Vaj, ne bazeg, elkezditek. Tök minden, mit csináltok, mert az idő, az csak telik. Hát szerintem a legnagyobb esély az vasárnap reggel lehet majd esetleg arra, hogy egyből bejusson az ember, vagy akár holnap reggel is már talán. Én amúgy belépek, de szerintem dolgozni fogok. Jó, hogy belépsz. Hát csak, hogy később tudjak majd játszani. Megint alkával játszotok? Én nem beszélem alkával. Akkor te nem fogod hozni. Én csak foglalom a lúzerek elől a helye. Mikor fogsz játszani? Vagy mikor akarsz játszani? Hát majd este. Ja. Nem fogsz, azt tolozni. Mondta fél hatkó, ugye, Szikárium? Mi fél hat van? Áll neki. Akkor a délután van. Hogy is van az a mondás? Kolbászméker! Kösz szépen, Szabó! Köszi. Nekem már sub 30. 28 perc, 28 perc. Sub 30. Köszi, szia tagja, hello mindenki. Sziasztok. Hopp, mi? Nekem 10 percet előre ugrott, már csak 18. Hopp, 25, na, erről beszéltem, látjátok? De ha megálltam volna 52-nél. Akkor már bent lenne. Aki fogad, az veszít. Big jumps. Most kell újra. Most elvek, ha újra nyitod, akkor 5 lesz, Conti. Azt olvastam, a blikbe. A blikbe. Igen. De írták, hogy meghalt Halász Judit. Igen. A blikbe ki volt most a jó pina alul? Ennyire már nem tudok trollni contentért. Conti, ez a ultimate gamba. Újra kell indítani. Nem, azért ez ennyi pénz nem jött az összegben. De az ultimate gamba. YouTube videó is lehet belőle.
Hát már így is lehet. Olyan skippeltem, ezért 25 percet a Q-ban. Hát mi, hát már múlt héten skippeltem, még múlt héten is fölött egy csomót, meg most is, ne viccelj már. Olyan skippeltem, az open beta-ba 25 percet. Utálják is ezért a taktikát. Lehetett volna ebből videót, csak hát én nem csináltam, meg más még nem fogja. Meg most meg már mikor, most meg már hova? Mire válsz, Iki? Nem tudom, hogy te ott voltál tegnap még a streamen, de azt mondta a Gyuri, hogy te a legnagyobb fanboy voltál tegnap. Jaj, fanboy. Hát és az ami a baj, vagy mi a? Azt mondta, izé volt, Sziki, legnagyobb pudli kutya. Nem, szegény Júri annyira ki van égve a játéktól, mert nem tud egyetlen egy gémet se lúz, vagy nyerni goldba, hogy már konkrétan sírva jön fel a TS alatt, és elsírja magát, mert egy sakó szarrá szopatja két gémen keresztül. Úgyhogy nézzétek el neki mindenkinek, akinek beszólna, nézze el. Szegény gyerek csak szenved az élettől. Bathtub streamerek Underial-ként videó. De miért, miben van? Diamondban van, nem? Nem. De hogy van Diamondban? Ha nem. Hogy lenne már Diamondban? Flexben Diamond. Nem tudom, most plat 4-e vagy gold egyetlen. Akkor élvezi azt az elót. Hát most mondjam, hogy oda van. Uff. Oli. Intézetek Ebrekit. Plat 4, 1 LP most. Akkor valahogy megcsinálta tegnap még ezt a 38%-os vőrétje van, az most annyira nem jó. Uff, csóró. De legalább sokat ugat, úgyhogy megjelenni. Így TXT. Már csak 14 perc, Conti. Minden úgy lesz, ahogy mindig is volt, vagy mindig is történt, vagy hogy volt? Ma nem lesz Baró trauma. Miért nem? Ja, bocsi. Nyugi. Semmi, csak próbáltam is vicces lenni. Bocsi. Ja, én a Necrot fogom próbálni. Ugye még van... Van még egy 25-ös Wizardom, vagy mi a tököm van itt. Most már nem tudom, hogy Mage, vagy Sorcerer, vagy Wizard. Karim elvileg ugye a előző hétről. Hopp! Most kaptam a fülest, most lehet ez legnagyobb gombát nyomni. Most újra indítod, nem lesz Q előtted. Mindenképp indítsátok újra mindannyian. Hát melyik Zotya, melyik? A harcos cselekszik, csak a bolond sír. Jaj, azért azoknak van a legnagyobb szükségük a szeretetre, akik a legkevésbé szerethetők. Hát akkor Gyurinak eléggé sok szüksége van. Az. Bocsia meg ugye az. Szeressétek Gyurit. Az volt írva egyébként, nem? Hogy rezetelik a klánt izébe, amikor kijön a játék, ugye, amit néztünk videót, legalábbis ott az volt. Pierce nagyon szorgosan foglalkozik itt a klánnal, ahogy nézem. Mi ez a kép? Az igen, Zotya. Perítő eladó? Hát, mi ez, amit nem vedethetsz, Zotya, basszus? A jót, meg repülőt? Tankot? Tankven. Erre még van jogsíval, lehet csinálni, nem? No, beengedett a játék, de nem volt semmi állítási lehetőség, egyből karikreálás, szóval csináltam karaktert, elindítottam és kidobta, hogy elfogyott a memória, és újra kell indítani a gémet, és most megint 20 perces kült ír. Hát 20 perc, az nem sok. Nincsen gonosz ember, aki annál, aki azelőtt jó volt, de egy másik gonosz, őt is gonosz szetette. Ez mondjuk igaz amúgy. Erre most lenne valamim, de Conti egyből megsértődne. Egyedve. Nem. Köszönöm.
áramot. Szerintem áramot is tud vezetni, hogyha majd már bocsánat. De hogy kellett ezért? Ez milyen kurva jó vezetheti az atya az áramot. Ez még soha senki. Ja, amúgy azt tényleg írták, hogy kijavították ezt a Ramos cuccot, de... Ami nekem nem volt gond. Nekem is csak, ugye 16 giga RAM-om van. Az a baj Enkon, nem azt mondom, hogy nem az, mert ugye még nem is próbáltam ki. De... Hopp, vedd meg a Diablo-nél, bocsánat. De hogy az early leveling a játéknak itt a bétában úgy nézett ki, hogy minél kisebb szintű, hogy annál egyszerűbb bármit megölni, bármilyen skill-el igazából. De később is ugyanúgy. Kérelve van minden a levelethez, nem? Ugye a targonya. Nyilván, ha előtöltötted, akkor valószínűleg a bétát próbáld elindítani. Ja, amúgy olyan üzenetet kaptam, hogy... Nem tudok rá olvastani, esetleg bénetúrindítás. Nem tudom, hogy működik. Nekem olyan üzenetet írt ki a Battle.net, hogy lejárt a Open Beta. Nem is tudom, amilyen Open Beta regisztráció lejárt, és most már indítsatok újra Battle.netet, és akkor lehet ezért menni a Open Beta-ra be. De nem is értettem, hogy miért írik ki. De gondolom, azért most is lehet játszani. Hát a scaling miatt nehezebb, ja, persze. Hát a karakterod egy-egy gyöngébb lesz minden szinten, és ez szerintem később is gond lesz a játékban. Na, jövök nem sokára. De mi early game-ben az Arc Clash is teljesen ok, és nem azt mondom, hogy jó volt, mert azok a skillek, amik így távolabbra mennek, és nagyobb AOE-t fednek le, azok nyilván jobbak lesznek, de szerintem early-ben majdnem minden skill úgy éreztem, hogy ez így jó, vagy teljesen okés. Szerintem nem jó az, hogy minden a karaktered szintjéhez szkélál, főleg leveling közben rossz. 7-es perces. Dark Demon, ez már, hát igen, ez már az. Majd amikor bejön, most ahogy nézem, Pierce-nél néztem kicsit azért azt, hogy itt a Necro a városban is viszi itt a csontjait, nem minden. Hát azért kíváncsi leszek, amikor itt egy helyen lesz azért egy ilyen 10-12 Necro 14 csontvázzal. Seven minutes left. Tizennégy. Upp, four minutes, big jump. Ez Tristram, mi? Szóval ez Diablo, Tristram, Tristram, nem tudok beszélni, bocsánat. Hogy mi? Tristram music, Tristram. Ja, Tristram. Tristram. Tristram téma. Diablo Tristram. Amúgy, hogyha azt nézed, 14 percnél vagyunk, és én 5-kor indítottam, úgyhogy 100 perc, több mint 100 percet írt. Ahhoz képest nagyon durván meg ezért hackkeltem a Q-t. Az lesz. Majd az lesz a kérdés, hogy mikor jön itt most az Open Beta-ba az a rész, amikor mindenkit beszopja a szervert. Az lesz, hogy nem lesz ilyen? Lehet, hogy 80 volt az atyája. Three minutes.
Aha. Följebb ment a Q. Tehát. Följebb ment a Q. No. Még neked is, nem? Nem, még nem. Nekem még 3 perc. Ez a sok gomba miatt, egy kis penalti. Ezek illegális előzők vannak a sorba. El kellene tenni a lábukat. Meg megelőzött Breki. Jaj, mindjárt. Konti. Jaj, nem számít semmit, majd látjuk, Breki kijátszik előbb. A kurva élet. A kurva élet? One minute left, nekem nem ment feljebb, csak lejjebb. Nice. Én nincs, hogy Breki be tud menni előbb, mint én, mert nekem már be van állítva minden, és semmit sem, csak lekreálni a karaktert. Nekem is be van, nekem is. Jó, neked is. Persze. Hop, logging into Battle.net, connecting Diablo 4S services. Ja, man. Aztán meglátjuk, még ott kiírja egy queued, meg ilyenek. Queued for login less than 1 minute left. Hát állítólag be lehetett Q-olni már 5 előtt. Azt, hogy mennyivel, azt nem tudom, hogy mennyivel lehetett be Q-olni 5 előtt előbb. Igen, hogyha lagol valaki, akkor elvileg hogy gyorsul indítás, az ugye nem rakja Q-ba, hanem egybe beenged. A kurva anyád, your login time has timed out. A büdös. A kutya faszám. Necrot próbálok, hogyha sikerül egyetlen. Most gyorsul indítod, akkor elveg egyből visszarak. Mi? 50 perc! Na, én mentem lolozni. Jó van majd, Na szavasz. Hol van Deadfox? Jössz még nem azért vissza? Hát, nem tudom, talán egyszer. De hát ez mi? De ez mi? Ez apátok faszát. Hát én az meg átcsalom a rendszert. Mindenkit megelőzök, és erre login time out. Bizárd fasz. Hogy lehet itt tévozni ezen a csatornán? Így? Utólag váltam ki. De mi Brekinek írta amúgy. Ja, vagy mondjuk Breki írta neked végül is.
Ez valami rossz vicc. User left your channel. Na végre mehet. Pont ki volt ez. Valami történik. Elvileg hétfő este. 8. Azt hiszem. Hétfő este az biztos. Per pillanat. Sokan itt spekulálták azt, hogy a szarok lesznek a szerverek, meg ilyenek, akkor lehet meghosszabbítják be. Azt én nem mernék fogadni. Holnap este lesz World Boss csak, nem? Legkorábban. Druid. Üszkös szar! Na de akkor, igen, akkor vannak gondok ugyanúgy, ahogy látszik. Igen, valószínűleg egyre több ember lesz most per pillanat. Amúgy azt kell mondjam egyébként, hogy mármint nem jó, hogy most kidobál embereket, meg összikerül a kis timeout volt, meg stb. De egyenlően múlt héten rosszabb volt. Egyenlőre. Hát ezért mondom, hogy egyenlőre. Hát druida, hát ilyen shapeshiftelések vannak, azon kívül nem tudom. Hát most meg lehetne nézni, mert fönn van a neten, de... Meglátjuk, Breki, majd meglátjuk. Nehogy téged is kibasszam. Mit szikáriót. Szia, Seci, köszi. Lehetett már játszani, vagy 5 óta fos? Állítólag már 5 előtt is be lehetett kiúlni, és lehetett játszani amúgy. De aki 5 után próbálkozott, azoknak majdnem egy órás kiú volt, nem? Ilyen 40-50 perces kiú. Meg most volt egy pár ember, akit kidobált, úgyhogy a fos, mondjuk úgy, hogy fos, tehát nem jó. Van akinek jó, van akinek nem. A play gomb az előtte is jó volt, Breki. Tehát én megpróbáltam szerintem ilyen negyed ötkor. Akkor még valamit írt, hogy mit tudom, hogy nem voltak szerverek, vagy tököm tudja. És úgy voltam vele, hogy majd ötkor. Aztán Ferincet is kidobta. Na, megmondom mi lesz. Elmegyek WC-re. Amire visszajelek, addig a 7 perc eltűnik.
Na jó, nem ment le a 7 perc, bassz meg. Ajaj, Breki, ajaj. Ez most neked timeout? Szerintem nem lehet offline játszani. Ezt egyetlen timeout? Jó kis aromjáros, extra sípes girosz. Ja, szerintem tehát egyáltalán nem lehet offline játszani majd szerintem. Már nem lehet játszani semmit offline, kb.